Sziasztok! Ezt a rövid bejelentkezést annak kapcsán teszem most meg, mert május 4-e óta egyre több telefonhívást és érdeklődői kérdést kapunk arra vonatkozóan, hogy mikor lehet elkezdeni nálunk a személyes megjelenés járó terápiákat a március 16-a előtti formában és kiterjedésben, szolgáltatási palettával elérni. Most ami fontos, persze mi is figyeljük az eseményeket, és követjük, hogy mit lehet és mit nem, figyelemmel kísérve az aktuális járványügyi folyamatok alakulását, ugyanakkor mindenképpen a hozzánk forduló vendégeink egészségét, dolgozóink egészségét is szem előtt tartjuk. És ennek kapcsán múlt héten, csütörtökön, április 30-án tettünk egy nyilatkozatot a Facebookon, mégpedig annak kapcsán, hogy az egészségügy folyamatosan, fokozatosan megnyílik a rehabilitációt is beleértve. Az elmúlt 7 hét tanúságát azért néhány mondatban szeretném összegezni és megosztani önökkel, illetve veletek. Tehát viszonylag jól és meglepően alakultak itt az online térben a dolgaink, mégpedig az online gyógytornát illetően is. Ennek alapján, hogyha figyelembe vesszük a jelenlegi veszélyhelyzet alakulását Budapestre, Pest megyére vonatkozóan, és a vidék alakulását, illetve az információkat a különböző szabályok betartásához kapcsolódó szabályozási formák meglétének biztosítását, akkor azt mondjuk, hogy az elmúlt 2-3 napban nagyon sok gondolatot támasztottunk az irányban, hogy hogyan, miként nyithatnak meg a fiziovit rendelői gyógytornát kínálva a hozzánk forduló vendégeknek. Gyógytornát kínálva azoknak a vendégeknek, akiknek a kezelése március 16-án megszakadt, és ugye tudjuk róluk, tudjuk rólatok, hogy várt a nyitásra, tehát várjátok azt, hogy mikor tudtok hozzánk jönni. Tehát ebből a szempontból felelősséggel is tartozunk az irányatokba. Ami viszont pozitív, hogy az online tornákat ugye elindítottuk március 16-a után, és ez az elmúlt 7 hétben borzasztó jól működik. Persze azt is tudjuk, hogy sokan nem erre vágytok, hanem inkább a személyes megjelenéssel járó terápiákra, illetve tréningekre, gyógytornára, és minden, ami a gyógytornával kapcsolatos, ugye arra. Azonban még a megszokott régi menetrendre várni kell, ugyanakkor azt is tudjátok, hogy a fiziovit rendelői több ponton találhatók az országban. Most mi nem tervezzük az összes rendelő azonnali megnyitását, ugyanúgy a régi kapacitással, mint ahogyan ez március 16-áig volt. Tehát reggeltől estig, sok esetben hétfőtől vasárnapig, de mindenképpen hétfőtől péntekig 6 és 20 óra között nem lesznek nyitva az összes rendelő, viszont mégis azért a szépen, fokozatosan történő visszaépítés hívei vagyunk. Ebből adódom, mérlegeljük az elkövetkező időszakban, hogy mely rendelőink hogyan, milyen formában, a hét melyik napján elérhetők majd számotokra. És amikor ugye ennek a biztonságos kereteit, és az, hogy mi az elérés, az egy dolog, ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy a rehabilitáció egyik napra a másikra nem fog úgy visszaállni, ahogyan mi azt várjuk fullgőzzel, és éppen ezért azt is mérlegelnünk kell, hogy milyen rendelők is hogyan, milyen nyitvatartással üzemeljenek, és ennek a mérlegelését az elkövetkező 2 hétben átgondoljuk, megfontoljuk, és ugye ennek kapcsán fogunk tájékoztatni telefonon mindenkit, hogy milyen rendelőben hogyan indul be az élet. Egy biztos, dolgozunk azon, hogy a korrektív
tréningek, a sportrehabilitációs programok, a gyógytorna újból elérhető legyen számotokra, de azon is dolgozunk, hogy az online térben még inkább kiépülhessen egyfajta szolgáltatási paletta számotokra, ami összeköt minket az ország különböző pontjain élő, gyógyulni vágyó személyeket, és ugye minket a fiziolit gyógytornászait is. Ebből kifolyólag, illetve erre alapozva, ugye tudjátok, biztos olvastátok már a híreinket itt a Facebookon, hogy 2018-tól kezdődően folyamatosan és fokozatosan dolgozunk azon, hogy ez a szolgáltatási paletta mindenhová elkerüljön, mégpedig 2018-tól kezdődően beindítottuk a gerinc felmérést, ez ugye a szűrővizsgálatokat, amely a funkcionális terhelés, terhelhetőségi lehetőségeket mutatja meg a gerincben, ami 2019-ben és 2020-ban full gőzzel üzemelt, és több ezeren vettetek benne részt, amit nagyon köszönünk, de ezt a szolgáltatási palettát bővítjük aztán tovább, és erre alapozva intenzív tréningprogramokat kínálunk számotokra a jövőben, úgy, hogy az ország minden részén utazás nélkül elérhető legyen számotokra, azaz mi utazunk, ha kell, akkor hozzátok. Ezzel párhuzamosan ugye a rendelői kapacitásunk működni fog, de az elkövetkező 2-3 hónapban, főleg a nyári időszakban számítson mindenki arra, hogy a járvány adta lehetőségeket kihasználva szélesítjük azon szolgáltatási palettáinkat, ami eddig elképzelhetetlen volt számunkra, hogy ez így tök jól működik és megvalósítható az online térben is, de ami ugye a harmadik, a klasszikus rendelői gyógytorna vonallal kapcsolatban, inkább az, hogy az online tér mellett mi utazunk hozzátok, tehát mindenképpen azt várjuk, hogy az elkövetkező 2 hétben ugye ennek a terve, hogyha kidolgozásra, kiépítésre kerül, akkor megoszthassuk veletek ezeket a híreket. Addig is kövessétek a Facebook oldalunkat, nagyon jól érezzük magunkat az online térben, maradunk az elkövetkező 2 hétben, főleg az online térben, és az elkövetkező 2 hetet követően pedig találkozunk majd egyre több helyen az országban is, egyre több helyen a városban is. A régi fiziolit rendelők új koncepciókkal fognak működni és üzemelni. Lesz olyan részlegünk, amely egyelőre nem fog kinyitni, lesz olyan részlegünk, amelyek gőzerővel fognak működni. Ezt a tematikát 2 héten belül megkapjátok telefonon és e-mailben. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!